Miért fontos ez, hogy elő legyen lámpa? Mi ez a kettő dolog, ami miatt fontos lehet ez? Hogy minket lássanak, illetve mi miatt? Hogy mi is. Dávid Mónika rendőrőrnagy épp a kerékpár legfontosabb tartozékairól kérdezi a gyerekeket a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. A szolnoki rendőrkapitányság és a városi önkormányzat közös programjának köszönhetően a Rákóczi után a város 13 általános iskolájában megtartják az interaktív kressz órát. Erre azért van szükség, mert a kétkerékre Szolnok projekt keretében 9 kilométernyi új kerékpárút épült, melyet egyre többen használnak ki, ám nem megfelelően. Ma már közel 40 kilométeren lehet folyamatosan kerékpározni, és észlelhettük, hogy a fiatalabb korosztálytól az idősebb korosztályig minden rétegből találkozhatunk kerékpárosokkal, és sajnos a forgalomnak a bővülésével egyre inkább észlelhető, hogy nem feltétlenül a kressz szabályainak megfelelően vesszük igénybe ezt az úthálózatot. Nagyon örülünk, hogy ez az előadás az iskolánkban is megtörtént, hiszen egyre másra épülnek a kerékpárutak a városban, és ez nagy öröm számunkra, és nagy öröm a gyerekek számára is. Természetesen ezeknek a kerékpárutaknak a használata a kresszhez kötött. A rendőrség arra is ügyel az előadások során, hogy az iskola sajátosságait is figyelembe vegyék, természetesen közlekedési szempontból. A rákócis gyerekek közül többen biciklivel járnak iskolába, de akad olyan is, akinek hobbi a kerékpár. Hetente ilyen 2-3 nap biztos szoktam biciklizni. Hát szeretek biciklizni, mert akkor ugye ki tud tisztulni a fejem, például dolgozatok után, meg ilyesmi, meg át szoktam járni boltba is biciklivel. Ha biciklizel, akkor érzed, hogy gyors vagy, és kitisztul a fejed, és én nagyon szeretek biciklizni, mert nálunk az lehet biciklizni, mert nem járnak autók az úton. Az idősebb korosztálynak is lehetősége van megismerkedni a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az idősügyi tanács ülésén a kerékpárutakat és a legfontosabb szabályokat bemutató kiadványt kaptak. Benne van a teljes szolnoki kerékpárút hálózat. Fejér Andor alpolgármester elmondta azt is, az önkormányzat, a Szolnok Televízió, valamint a Városi Rendőrkapitányság több epizódból álló, a kerékpárutakat, valamint a biztonságos közlekedést bemutató sorozatot készít, mely várhatóan tavasztól lesz látható. A kisfilmek célja, csak úgy, mint a kresszóráké, hogy a szolnokiak biztonságosan használják a 40 kilométeres kerékpárutat.